Vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha el nem mondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Egy GP3 és egy GP1, egy első és egy harmadik helyezés. Mesélj nekem, hogy indult a szezon, mivel készültél fel? Hát igazából erre a versenyre most múlt héten egy úgymond bemelegítő verseny volt a Horvátországban, azzal készültem, meg természetesen már előtte is sokat voltam vizen, ahogy az idő engedte. Hát a GP3, azzal úgy elégedett vagyok, hiszen első lettem. Ott egy kemény csata volt a Martin és közöttem, meg igazából a többiekkel is voltak csaták, hiszen az első futamban az ötödik helyről jöttem fel másodiknak, illetve a második futamban meg másodiknak mentem, a Martin volt első, és végül is egy kis kavarodás után meg tudtam előzni, és így pont egy előséggel én nyertem. A GP1-be az első futamot azt megnyertem, utána a lévő futamba is vezettem sokáig, csak sajnos egy technika hiba miatt ki kellett állnom. A harmadik futamba pedig egy kölcsöngéppel mentem, ahol pedig egy harmadik helyet hoztam el, és így lett meg az összetettben is a harmadik hely. Neked ugye a testvéred is megy ugyanazokban a kategóriákban, amiben te is mész. Nem okoz gondot néha, hogy a testvéreddel kell óriási csatákat vívni? Mert most is volt, óriási csatákat vívtatok a vízen. Nem szokott igazából gondot jelenteni. Nyilván a parton segítjük egymást,
meg jó testvérek vagyunk, de amikor a pályán vagyunk, akkor mindenki a saját dolgára koncentrál, és ugyanúgy versenyzünk egymással, mint akárki mással. Itt a parton Kassa Györgyöt köszönhetem, aki 6 vagy 7, talán ő se tudja megszámolni, hogy hány VB aranya van, illetve már túl van egy arab szezonon, egy óriási VB-n, amiről szerintem most mesélni fog nekünk. Igen, ez a dubai versenysorozat lezajlott idén, januárban kezdődött. Január, február, március, április, minden hónapban 2 verseny volt az Arab Emirátusban. Hát sikerült ezt a bajnokságot befejezni egy első helyjel, a teljes versenysorozatot sikerült megnyerni. Ezután egy horvát verseny következett múlt héten, és most itt vagyunk Dunaharasztiban, ahol szintén elég jó eredmények lettek, lett 2 első helyem, és lett egy sokadik, ahol egy géphibával kiálltam. Hogy érzed, hogy az itteni pilóták most mennyire közelítik meg az EB-n és a VB-n részvevőket? Hát érezhető volt, hogy ez az első magyar verseny, mindenki kicsit még felkészületlen volt, meg az idő sem volt az elmúlt hónapban a mi kedvünkre, de szerintem a következő versenyre mindenki sokkal erősebben visszatér, és hát én nagyon elégedett vagyok a hétvégével és a versennyel. A terved idénre itt Magyarországon? Hát van még 4 magyar országos bajnokság, arra mindenféleképpen eljövök. Európára nézve pedig egy nagy ausztriai Európa bajnokság lesz, ahol remélem, hogy minél több magyar kilátogat. Meg kell, hogy kérdezzem, hogy ski kategóriába is mentél tavaly, idén nem látalak. Ugyanakkor azt mondtad, hogy edzésképpen mész ski kategóriába, idén nem lesz ilyen? Idén lehet, hogy a következő versenyeken lesz. Most az első versenyen nem lett kész a hajóm, úgyhogy nem is volt edzés ezáltal, de jövőre mindenféleképpen a profi között szeretnék menni állósban is. Cseke Zsoltot köszönthetem, aki tavaly még novice versenyzőként láthattunk, idén már nem. Mesélj erről, hogy történt, mi történt, és erről a hétvégéről, ami szenzációsan sikerült, hiszen 5 kategóriában indultál, és ez az első szezonod, és nagyon szépen végigmentél mindenhol, és eredményesen. Mivel tavaly volt az első év, ami egyáltalán megismert a jetski sportot, és a Kassa Gyurival sikerült jól összebarátkozni, szárnyal alá vett, és hát neki köszönhetően nagyon jó felkészülést sikerült most tavasszal, vagyis hát télen még megcsinálni, egy teljes életmódváltás mellett, és hát ez volt a cél, hogy minél többet gyakorolni, mivel itt mindenki sok éve csinálja ezt a sportot, azt nem tudom behozni, de legalább az erőlét meg legyen hozzá, és lehessen valamit keresni. Ezek szerint egész jól sikerült, mert az 5 kategórián végigmentem, még helyezések is lettek belőle, és még élek is. Melyik kategóriát érzed a legjobban, melyik kategóriába bízol, hogy abban elő fogsz végezni, és abban sikeres leszel? Van, én a öregekhez álltam be első körben, ott szeretnék valami komolyabbat elérni, remélem, hogy sikerül, azért ott is lesz talán az elején, de a gyári kategória is jó, mivel gyári hajón van, a GP1 is inkább csak egy ilyen edzés jellegű, és az offshore is nagyon tetszik az ideje miatt, tehát a hosszúság az megint csak az edzésnek köszönhetően jobban kedvez, mint a technika, mivel az ugye még hiányzik. Hogy érzed, hogy a kimagasló eredmény mind múlott rajtad, az erőléten, a taktikán, vagy a műszaki dolgokon? Talán ez mind összesen. Mondom, hogy legfontosabb ez a felkészülés, amit 4 hónapig csináltunk a Gyurival együtt, az úgy néz ki, egész jól sikerült. Azon kívül az alapgép ugye megbízhatóbb, mint egy nagyon húzott gép, ennyiből az is jó. Technikai vagy taktikai utasítást is jókat kaptam, úgyhogy az egész együtt így összeállt, és jó lett a eredmény végül, úgy gondolom.
Gerencsér Olivért üdvözlöm, már nem a parton, hanem a partnak egy másik részén, hiszen annyian ünnepeltek, hogy egyszerűen nem lehetett téged utolérni. Mit is ünnepeltünk? Azt, hogy sikeresen megnyertem a versenyt. A első futamon a rajtnál kicsit bealudtam, ott sikerült egy második pozíciót elérnem. Viszont a második futamon sikerült annyira felrázni magamat, hogy a rajtot is elkaptam, és végigtartottam a pozíciómat, de nem volt könnyű dolgom, mert egy kétszeres világbajnok volt mögöttem, aki üldözött végig. Nagyon örültem, amikor már kijöhettem a partra. Milyen érzés volt? Hogy bírtad azt a nyomást, ami egy hatszoros világbajnok Kassa György személyében mögötted volt? A futam közepe felé már ugye tudtam, hogy itt már lehet, hogy nyerni fogok. De bennem volt mindig az, hogy egy világbajnok van mögöttem, nem szabad feladni, 110%. Hogyha picit nagyképű lennél, akkor én a helyet mondjuk úgy fogalmaznék, hogy én fiatal versenyző vagyok, de nagyon tapasztalt, és nagyon-nagyon oda tudok koncentrálni. Ugye jól mondanám? Persze, persze. A legtapasztaltabb versenyző vagyok, ezért lehettem első helyen. Egy 18-szoros világbajnokot vertem agyon. Ezt inkább vágjuk ki. Miért imádjuk az Olivért? Mert nagy képű. Sportosat. Híradónk vendége az előbb látott Cseke Zsolt jazzki versenyző. Szervusz, hát nem semmit végrehajtottál. A szövetség elnöke szerint is, azaz Celler Béla szerint is nem akármilyen tettet hajtottál végre. Most itt az országos bajnokság első fordulójában 5 futamon vettél részt, 5 kategóriában pontosan, és 4-szer dobogóra is álltál. Na most, amióta rendeznek itthon országos bajnokságot, egy versenyző 4 kategóriánál többen egyszerre még nem indult el. Tehát felállítottál egy új rekordot, és tetted mindezt, elnézést, zöldfülüként. Igen, valóban így van. Hát ez volt a cél, hogy próbálkozzak, mivel az első évem a Kassa Gyuri, mint edzőm felkarolt, és nagyon sokat segített mindenben. Többszörös VB-érmes, EB-érmes. Többszörös tehát. Világbajnokunk, igen. És hát az volt a cél, hogy minél több kategóriába tudjak menni, minél többet gyakoroljak, mivel a többiekhez képest elég nagy a lemaradás, ugye van, akik 20 éve jazzkiznek,
Igen, mert egy tavaly kezdtél el jazzkizni. Pontosan egy évvel ezelőtt, tavaly májusban, így van. És akkor elkezdted, hogy hallottam, akkor még estél, keltél a vizen, kihagytál bójákat. Tehát, mint egy igazi kezdő. Természetesen igazi kezdőként, minden hibájával együtt, de mi annyira megtetszett, hogy nagyon sokat mentünk együtt a Gyurival, edzettünk, és hát remélem, hogy idén ennek eredménye is lesz, illetve egy jó felkészülés meghozza idejében az eredményét. Na most sokan arra kíváncsiak, hogy mit csináltatok, hogyan készültetek fel, hogy rögtön az első komolyabb verseny szezonban, ugye 5 kategóriából 4-szer dobogóra állhattál. Mi történt télen? Hát ez már a tél legelején elkezdődött, először is egy nagyon komoly erőléti felkészülés, illetve egyben egy életmódváltással is. Na, miről mondtál le? Nőkről? Alkoholról? Arról nem, de a komplet étkezés át lett alakítva egészséges módra, és kimondottan a jetskihez alkalmazkodva, nem tömegnövelésre, nem szálkástársa erősítésre, ezáltal rengeteg kardioedzés, futóedzés, illetve amint a tó, és kicsit is az időjárás engedte, tehát felolvadt a jég, akkor már kint voltunk a tavon, és jetskiztünk. Te már 5 fokos ízben kint voltál? Így van, már a jeget feltörtük, és mentünk. Ami még nagy segítség volt, hogy eljutottam a Gyuri által külföldi versenyekre is, és ott is tudtunk készülni másokkal jobb időben. Ez azért gondolom a többiekhez képest nagy előnynek számít. Igen, tehát most időzébe téve titokban, akkor kimentél külföldre, és akkor ott tudtál edzeni. Tehát akkor nem csak a úgymond a tavaly év versenyszezonja van a hátul mögött, hanem van egyfajta. Hát idén volt már az Egyesült Arab Emirátusokban két verseny, amire eljutottam, illetve ott előtte egy-egy hetet tudtunk készülni. Ez természetesen jó időben, tengeri körülmények között azért nagyon sokat számít itthon. Akkor érezted is most itthon az első OB futamon ezt a sok-sok edzésgyakorlást, amit ugye a versenyszituációnál jobb edzés nincs. Így van, ez nagyon jól ki is jött, tehát az ottani versenynek arra felkészülése, a verseny azért felér itt nagyon sok edzéssel, és nyilván sokkal könnyebb zárt vízi körülmények között, azért sokkal egyszerűbb pályán kellett versenyezni. Ugye 3 harmadik hely, meg egy második hely. Igen. És miért nincs első hely? Ha már itt tartunk, ugye jó? Na hát ez egy nagyon nehéz dolog lesz, hogy ott a Gyuri majdnem minden kategóriában, ezáltal már ez eléggé kizárja magát, illetve a Spar kategóriát is bajon is elindultam, de az még nagyon a legelején, tehát én is most kezdtem el sparkozni. Ott pedig ott van az Oliver, aki még a Gyurit is megbírta verni. Igen, Gerencsér Oliver. Gerencsér Oliver, aki nagyon fiatal, aki nagyon tehetségesként, hát remélhetőleg majd a Gyuri nyomdokaiba tud lépni, és akkor neked akkor folytatta. A kasza mellett a Gerencsér Olivert is le kell. Le kellene, de elsősorban nem a bal kategóriában. Gondolom, magas még az a igen, kategória. Igen, és én nem is a Spar kategóriában, én a veterán kategóriában szeretnék vagy maradandót alkotni. Ott meg ő még nem tud indulni. Sőt, ott még a Gyuri sem, úgyhogy ott még nagyobb esély van, hogy első. Hogy fogadtak egyébként többiek? Szerintem teljesen rendben volt minden. Már tavaly sem éreztem, hogy most kinéznének azért, mert szó szerint estem keltem, vagy teljesen kezdő voltam, sőt, aki csak tudott segített. A CLRBA-nak is nagyon sokat köszönhetek, mert az első év után is azt mondta, hogy feligazolhatok, illetve megadta az expert engedélyt, ezáltal tudtam, hogy a külföldön is lehetőséghez jutni és próbálkozni, illetve most már minden kategóriában indulhatok ezzel a papírral. Na, és akkor mi a csúcs? De most hirtelen azért igen, hirtelen nagyon lépti előre. Nagyon magasra. Semmiből, úgymond. Szeretnék minél többet dobó lenni, és hát elsősorban a legtetejére fölérni, esetleg a veterán kategóriában végén is, de azért még nagyon nagy csaták lesznek ez. De ugye Kassa Gyuri a többszörös világbajnok, ugye jó barátod. Így van. Akkor adja magát az, hogy mentek majd együtt, és akkor világbajnokságokon is majd elindulsz? Vagy az hát nagyon titkos távoli? Titkos vágy, de azért ez még távoli. Még ezt a szezont mindenképpen végig kell menni, tapasztalni, tanulni, és de csak akkor itthon, idén csak itthon, vagy itthon, illetve az Alpokadria kupában is indultunk, ott is terepeltem, ott még csak egy negyedik helyig sikerült eljutni, de két negyedik hely azért az sem volt ott a nemzetközi mezőnyben olyan rossz szereplés szerintem. Sokat vertek rád, vagy hogy maradtál, hogy negyedik? Hát ott is van 2-3 ember, aki toronymagasan, vagy versenyző, aki toronymagasan vezet a többiek előtt, többieket viszont sikerült legyőznem. Ez mi, tudás vagy technika? És nyilván az, hogy valaki ezt profi szinten tudja, megtehető profi szinten űzi,
és olyan technikával azt fél év felkészülése biztos, hogy nem fogom utolérni, illetve én egy gyári géppel versenyzek, tehát ez is azért bizonyos hátrányokat von maga után. Európa bajnoki futamok? Most lesz elveg júniusban, júliusban, Ausztriában Európa bajnokság. Hát ha minden jó, mi akkor szeretnék rajta indulni. Veterán kategóriában természetesen. Azt hiszem, hogy az nyílt kategória, tehát GP egy legerősebb kategória. Ugyancsak a gép, nekem egy alapgép lesz, de tehát meglátjuk, hogy mit lehet vele kezdeni. Hát aztán, ha jól megy, akkor majd lehet komolyabb gépet is, nem? Igen. De ez még azért nagyon a jövő zenéje. Meg kell nézni azért az első szezont, hogy mi lesz itt. Meg hát tovább edzünk, még erősebb felkészülés van, és akkor majd ahhoz hozzá lehet igazítani a slágyákat. Most a következő OB futam az csak június 17 Nőtincs, az még egy kicsit odébb van. Addig mit tervezel, hová mész? Addig edzünk folyamatosan, az heti 3-4 alkalom mindenképpen. Igen, hetente 3-4-szer vizen is vagy? Kint a tavon, így van. És akkor mennyit vagy kint? Hát ez változó, egy órát általában azért jazzkizünk legalább, vagy felváltva plusz futás hozzá, kardioedzés, illetve ott az Alpokadria túra, aminek addig még van egy vagy két állomása, és azon is szeretnék indulni. Akkor végül is akkor edzésben maradsz folyamatosan akkor, ugye? Hát mindenképpen. Sportmúlt egyébként korábbról valami? Igen, én fociztam egészen kiskoromtól az elmúlt pár évig, az sérülések miatt abba kellett hagyni, és most jött ez a lehetőség. Hol, milyen szinten? Hát NB-s, 1-es, 2-es szinten, illetve utána már csak kispályás bajnokságokban. NB? NB1-ben még annó a Reacban, meg az MTK-ban. Igen? Hol a felnőtt, ifi? Melyik? Nem, ott még csak ifi kategória, a Reacban már felnőttben, és akkor utána már csak amatőr szinten. És meg mi történt a Reac után? Hát utána a egyetemi bajnokság, vidéki bajnokság. De erre azban mit tettél? Ez igazából költözés miatt. Tehát én a Budapest másik végére átköltöztem. Egyik végére a másik végére, és onnantól kezdve már a... Rákospalota messze volt neked akkor. Innen, arról a részre, ahol most lakok, igen, illetve jött a munka is, és nem maradt meg, mint élsport. Csak hobbi szinten, de ugyanilyen szinten. Felnőttként hol játszottál egyébként? Csak a Reacban. Csak a Reac. Hány évet húztál le? Hát egy év volt a felnőttben, utána én abba hagytam ezt a sportszerű versenyzést. Hol játszottál? Hátvédként. Ki volt akkor az edző? Jó kérdés, megfogtál. Azt már nem tudom megmondani. Ez most már számomra nagyon régen volt. És már sport teljesen dilit akkor? Törölted? Azt a sportot sajnos muszáj volt, mert sokszor műtötték a térdemet, és orvosi javallatra előbb-utóbb kellett hagyni. Jazzkinél? Nem ott hál' Istennek nem, illetve ezzel, hogy most nekiálltunk keményen edzeni, életmódváltás, ez egy erős 20 kilót sikerült ledobni. Ez mind a térdemnek, mind a szervezetemnek nagyon sokat segített. És 20 kilót tehát nem így néztél ki akkor? Hát tavaly, amikor elkezdtem, akkor még nem. Akkor egy pont egy 20-assal voltam nehezebb, ami a jazzkiben nem túl előnyös. Minél kisebb súly? Igen. A magasságon nem tudok változtatni, az is jó lenne, de azon nem tudom, mert a súlyt. Minél kisebb valaki, annál lejjebb van a súlypont. Akkor menjen zsokkének, meg azt mondom. Hát ez hasonló végül is, csak nem lovon. Igen. De hát itt az a technika azért a sokat számít. Akkor. Technika nagyon sokat számít. Saját jazzkéjét vannak, vagy úgy kell mindig kölcsönözni? Nem, szerencsére nekem van egy saját, sikerült venni egy sajátot, amit egy... A szabályokon belüli lehetőségben a Gyuri kicsit megtuningolta, és azért a jobbak között van a gyári kategóriában, tehát ott is van esély vele jól szerepelni. Akkor most még ugye sok ember nem tudta, hogy mire számítson, mikor felálltatok a starthoz, de Nőtincsen akkor már mindenki tudni fogja, hogy mit tudsz, mit tud a géped, akkor jobban rád fognak majd figyelni? Ez valószínű, mert tavalyról nem maradt meg senkiben olyan emlék, hogy nagyon oda kell figyelni. De most lehet, hogy meg se ismerték azt a 20 kilóval könnyebb embert. Igen. Tehát, Igen, de itt idén az első fordulóban sikerült olyat alkotni, hogy szerintem most azért megjegyezték, és a rajtnál, meg a helyezkedésnél azért jobban fognak rám is figyelni. Na tessék, de ez jó, ez nem egy plusz?
Jó, motiváció. És lesznek nagy csaták, remélem nagyon, hogy ott tudok lenni, és jókat fogunk csatázni, meg versenyezni. Akkor most már nézzel jazzki közvetítéseket interneten keresztül, minden, most hogy kezded magad bele lovolni a jazzkibe? Igen, sőt, már tavaly szerencsére sikerült megnézni a Gyurinak a világbajnoki szerepléseit is. Amikor megnyerte azt is interneten, az elég sok mindent lehetett látni, és most már természetesen nyomon követem az eseményeket. Gyuri ad neked mindig tanácsot? Igen, mindenben nagyon sokat segített, mind a felkészülésben, a verseny előtt taktikailag is, mire, hogyan kell készülni, csinálni. És adott tóhoz is akkor meg tudja mondani esetleg, mert ugye valaki, ő már jól ismeri a hazai pályákat. Így van. Ilyen. Persze, azt is elmondta, hogy melyiknél mire lehet számítani, milyenek a hullámok, de ugyanúgy a ellenfelekből is, akiket ismert, fel tud készíteni, tehát nagyon sok olyat tudott mondani, amit nyilván magamtól nem tudtam volna, így az egy nagy előny volt az is. Júniusban 5 incsen hány kategóriába fogsz indulni? Én szeretnék ugyanígy mind beindulni. Az öt ülősbe? Így van, az összes ülősbe. Mikor leszel csalódott? Hát én egyetlen egy dologtól félek, a technikai hibától. Amikor a gép megáll. Jó, az oké, az benne van. Ugye, mert most jöttél 4 éremmel az elsőről. Igen. Tehát, és ezek után akkor most mi az elvárás magad ez szemben? Nagyon, tehát ez szerintem így elsőre a maximum volt, amit ki lehetett belehozni. Tehát, hogy csak 3 lesz, vagy 2? Nem leszek csalódott, ha kevesebb lesz. Inkább úgy mondom, hogy vannak kiszemelt ellenfelek, akiket cél, hogy őket meg tudjam fogni, le tudjam előzni. Lehet tudni neveket, vagy? Hát nyilván a veterán kategóriában ott szeretnék az első helyre érni. Illetve a gyári kategóriában is van olyan, akinek érzésem szerint körülbelül hasonló a gép tudása, meg esetleg a saját tudása is, és nekem az egy jó összehasonlítási alap, hogy el tudom-e fogni, vagy nem. Hát kíváncsiak leszünk akkor arra, hogy a Real egykori NB1-es labdarúgója jazzkivel mire képes. Sok sikert kívánok. Köszönöm hozzá. Szépen. Köszönöm, hogy rádál. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.